És egy ugye fehér rossz versenyző, a két honfitárs nőgye egymás után. Kacsarina Halkina következik. Azért egy jó gyakorlattal még ő is beleszólhat az érem sorsába. Igen, az, hogy a selejtezőből hogy került ide, az nem sokat számít a 9. helyen. Mert elrontotta, igen, ott csomót kötött a szalagra. Nagyon-nagyon erőteljesen dolgozik a szalaggal. Talán pont azért, hogy ne ismétlődhessen meg. Ezt se sokan forogják, hogy tartják a lábukat két segítsége nélkül. Érdekes megoldás, hogy belerúgott a szalagba, és ennek a segítségével kapta meg a végét. Nazarenková jelen pillanatban a harmadik helyen. Ez hibátlan volt. Bírók biztos találnak benne egy-két kis levonható dolgot, úgyhogy... Az első és a második hely sorsát nem befolyásolhatja? Hogy érzed? Csak a harmadikat? Ugye azt említetted, Nazarenkovát. Hát bármi megtörténhet, ugye? Én azt gondolom, hogy azért... Ugye gyorsan nézzük akkor meg. Az ukrán Anna Rizaginova vezet 18,55 század ponttal. Az orosz Margarita Mamut követi őt 18,5, tehát 5 század közöttük csupán a különbség. És azért jócskán mögöttük van 17,55 századdal Nazarenkova. És itt van, sikerült oda bemennie a harmadik helyre 17,7.